Én nem szerettem keveset inni, meg cuccozni, csak rengeteget. Tehát, hogyha... Nem volt határ. Nem. Nem volt ott körülöttetek valaki akkor, akik vigyáztak volna rátok? Folyamatos ülések voltak a kiadóba, aminek a témája a cuccozás. Ez nem volt tabu igazából. Sokkal önfejűbb voltam annál, mint hogy ilyen életvezetési tanácsokat vagy útmutatásokat megfogadjak. Komolyan ki vagy varva? Van egy-kettő. Ja, mindegyikre emlékszel? Úristen, az a baj, nagyon tudja, hogy mibe kell belekérdezni. Nagyon vigyázzatok el! Nagyon-nagyon vigyázzatok el! Fú, hát figyelj! A három igazság mai vendége Molnár Tamás, üdvözlünk, szeretettel. Tomi mondja a szabályokat. Három borítéketben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen átbeszélnénk veled, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd. Így van, minden boríték megválaszolására 7 percet adunk, azt a Tomi itt fogja mérni. Néha-néha így, néha úgy, és hát ott van, amit te írtál adás elé. Majd a végére. Igen. De most melyikkel kezdjük? Kezdjük a pirossal. A pirossal kezdjük. Edinka. Ú, de jó. Remélem, már rettegsz. Nagyon izgatott vagyok amúgy. Mi az igazság? Milyen vőlegénynek lenni? Ja, hát ez egy nagyon hálás szerep, azt gondolom. Hálás szerep. Hát ez sokáig húzható, ja, rétes. Igazából nem tervem, de ez valószínűleg még egy néhány hónapig ez biztosan így fog maradni igazából. Nincsenek annyira kiforrott terveink azzal kapcsolatban, hogy milyen formátumban. Ugye a mennyasszonyod csak, hogy mindenki tisztában legyen vele, Szinti a diktátor, aki így van. Fotóművészként tevékenykedik. És volt nálatok is nem olyan igen. régen. Igen. És nem olyan régen megkérted a kezét. Így van. Volt egy 3 hetes amerikai túránk, és ott egy Salvation Mountain nevezetű helyhez értünk, ami egy ilyen különös energiákkal működő színes festett domb, és ez egy ilyen tökéletes helyszínnek bizonyult, és igent mondott, úgyhogy működött a terve. Egyébként nem volt ilyen egyszerű, szóval ott azért hosszú másodpercek teltek el, és azért ilyenkor a másodpercek azok ugye felértékelődnek. Igen, nem, visszanéztem a videón, és ott hosszú másodpercek. Tényleg? De hát ott nyilván lepörgött. Te készültél, ő pedig nem készült. Hát igen, mert én azért, szóval nyilván úgy van egy ilyennek meglepetés ereje, hogyha ezt így inkognitóba tartom. Úgy tudom inkognitóba tartani, hogyha azt a képet festem, hogy igazából ez számomra nem időszerű, ez nem egy porondon lévő kérdés igazából, és tabuként kezelem. Na most ezek után nyilván egy ilyen sokkal nagyobb fordulatértéke volt ennek a dolognak. Jó, hogy te tulajdonképpen erről az egészről nem is gondolkodtál, hogy megkéred a kezét, és nem... De ez... Nem, de előtte, tehát neki nem, ezt mutatta. Csak a kommunikációm az pont az ellenkezőjét mutatta igazából az irányba. És valószínűleg ő egy pont után bele is törődött, hogy ez nem fogja megkérni a kezem. Ez. Pontosan, ahogy mondtad. De engem az érdekel, hogy te hogy jutottál el arra a döntésre, igen, hogy megkéred a kezét. Mert azért ez egy fordulópont egy ember életében. Hát, már az is, hogy hány éve tart a kapcsolatotok? 4 éve vagyunk együtt igazából. Én már elég régóta tudom, hogy ő a másik felem igazából, szóval nem derült ki semmi olyan az elmúlt 1 évben, ami miatt én így döntöttem, hogy miért vártam ezzel eddig, azt nem tudom, de biztosan vártam a megfelelő pillanatot, és úgy dobta a gép az utazás is, meg a köztünk kialakult hangulat, ami azért, hát nem árulok el titkot azzal, hogy olykor hullámzó. Szóval egy olyan hullámhegyen volt, olyan hullámhegyen ültünk éppen, ami így megfogalmazta bennem azt a gondolatot, hogy akkor itt az idő igazából. Jó, csak e mögött a gondolat mögött az is ott van, hogy komolyan gondolat tényleg, hogy családot is szeretnél, vagy szeretnétek alapítani, ez a Szinti miatt jött elő, vagy te már korábban is így gondolkodtál, csak nem volt meg a megfelelő, a másik feled. Az az igazság, hogy a Szintivel éreztem először azt, hogy gondoskodni akarok róla igazából. Szóval bennem ez az ilyen szintű empátia vagy odaadás igazából nem indult el előtte. Oda mentetek a színes hegyhez. Igen? Oda mentetek a színes hegyhez. Hát, milyen szép színes hegy. Az a baj, hogy ez sokkal komplexebb volt, mint azt gondolod. De így... Na, dobjad. Hát figyelj. Ha így. Az a helyzet, hogy erről vannak ilyen családi videók, de ezt így nem osztottuk meg. Ez a mi kis
hát hogy is mondjam, életeseményük igazából. Ennél a résznél belerakjuk. Szóval az a helyzet, hogy bevágni nem tudjátok, de végül is ezt így elmesélhetem, hogy mi ott egy videoklippet is forgattunk, aminek ő volt az operatőre. Első mozgóképes munkája ráadásul. És a Salvation Mountain az egy olyan hely volt, ahol a videoklip egy jelenetét akartuk felvenni. Mikor odaértünk, már eléggé ment le a nap, szóval esélytelennek bizonyult, hogy ebből a forgatásból bármi lesz. Nagyon stresszes volt az egész. És valahogy mégis úgy alakult, hogy így lefizetve az ottani embert, hogy egy snittet fel tudunk venni, ami azért így megmenti a videó ezzel a helyszínnel kapcsolatos részét. Csak az volt a gond, hogy az Így vagy tökéletes című dalra forgott, azért azt így hozzáteszem, aminek az az utolsó néhány sora, hogy amikor arra vágysz, hogy valaki más lehess, elvesztegeted azt, aki vagy, pedig így vagy tökéletes nekem. És nyilván én a pillanatot ezt ezután terveztem, csak a kis hangszóró, amiről szólt a dal, az a farzsebemben volt, a hangszóró alatt pedig a gyűrű. És mikor a dal végére értem, akkor így úgy éreztem, hogy most kiveszem a hangszórót, és elkezdek ott vele szódni, szóval, hogy így elrontja a pillanatot, úgyhogy igazából abban bíztam, hogy még egyszer eljátszhatom ezt a dalt, forgatás kedvéért, és akkor ott majd így alkalmam nyílik. Úgyhogy a kis hangszórót így felcsatoltam a hátsó övtartomra igazából, akkor már ugye szabad volt a pálya a farzsebem irányába, hogyha esetleg a gyűrűért akarok nyúlni, és akkor ez így meg is történt, és akkor utána meg vártam hosszú másodperceket, ami alatt azon gondolkodtam, hogy biztos nagyobb követ kellett volna menni, de nem volt nagyobb De várjál, ott van a gatyádon lóg a hangszóró. Hangszóró, farzsebbe a gyűrű. Farzsebbe a gyűrű. Igen. Látom magam előtt, közben gitározol. Igen. Igen. És az utolsó versszaknál, hogy ezt a gitározást abba hagyom, hogy elővehessem a gyűrűt. A gyűrűt. Erre a Szinti, aki tartja a kezébe a kamerát. Tom, mit csinálsz, hülye vagy? Nem igazán értette, hogy ezt a néhány értékes másodpercet miért nem használom ki gitározása éneklésre. Oké. Igen. És akkor ott a gyűrű. Igen. És szintén meg így áll, de így megkövülve igazából. Szóval közben gép forog. Igen, mert egy verket forgattunk, voltak beépített embereim. Tökéletes? Csend. Igen. Benned mi játszódott le? Semmi. Semmi. Benne nem tudom. Benned? Ja, bennem. Mégis decemberbe kellett. Az a baj, hogy szerintem azért én is egy kicsit sokkot kaptam igazából, mert sokkal gyorsabb válaszra számítottam. De egyébként tehát, hogy ennek ellenére így tök jó volt, hogy így alakult, szóval egy ilyen nehéz egy ilyen pillanatot szerintem ilyen emlékezetesre. Várjál, ez már most emlékezetes. Az volt a durva, hogy rohadjak meg, ha ezt nem vágjuk be egyébként. Tehát ezt valahogy elkérem egy tőle. Egy darabig nem engedte el a kamerát, szóval ő nem esett hogy ki. Hogy tudod húzni a gyűrűt? Ő nem esett ki a szerepből, mert tehát hosszú forog. Másodperceknek ő forog. Tehát, hogy még más hosszú másodpercek teltek el, mire így felfogta, hogy mi van, és leengedte a kamerát. Ez ugye a másik kamera felvételen van meg. És akkor utána elsírta magát, és akkor valahogy kimondta az igent, amire hát én akkor már ugye eléggé vártam. Úgy négy éve. Jó. Ígérd meg, vagy a verket, vagy az ő kezében lévő kamerát. Valamit látni akarok. Tehát ez lehetetlen. Tehát leírod nekem, mint a legjobb dalszerzők egyike, hogy mögötted a színes hely, előtted a nő, Geden a hangszóró. Tudja, jó, de várj, a Szinti kamerájából a Szinti lábát látjuk, és a földet hosszú más. Egy darabig szerepbe maradsz, szóval, hogy szóval megkapom. Nem, sajnos. Attól tartok, hogy ezt megbeszéltük a Szintivel, hogy ez családi, ez csak belső használatra van. Valamit úgy, adjál. Nézd, próbáltam leíró lenni igazából, szerintem ennél leíró. Egyébként igen, és tök jó, hogy ezt mondtad. Az a baj, hogy kimondva egyébként sokkal gicsesebb, mint amennyire megható. Igen. De most, összefoglalod, hegy meg ilyennek, igen. Ne, még akarok egy kicsit romantikuskodni, mert ugye olyan szépen mondtad, hogy a Szinti a másik feled. Engem az érdekelne, hogy szerinted te miben vagy az ő másik fele? Tehát te mivel egészíted ki őt? Hát igazából egészen más jellemek vagyunk, vagy jellegű emberek vagyunk, szóval, hogy az ő nehézségei az én erősségeim, az én nehézségeim pedig az ő erősségei. Ilyen szinten érzem azt, hogy kiegészítjük egymást, hogy tudod, én az a minden falon is átmegyek típus vagyok, ő sokkal visszafogottabb ilyen szempontból, ő,
ő jobban ügyel az ilyen családi dolgokra, vagy hát igen, az ilyen emberi kapcsolatokra, ő jobban őrzi ezeket, én kevésbé, sokkal inkább vagyok, nem is tudom, ilyen materiálisabb beállítottságú, jó szó, ezt talán nem tudom, szóval, hogy ilyen racionalistább inkább. Inkább ez a jó szó. Szóval... Teljesen egészséges, hogy így elmondott, férfi-női megosztás egyébként. Szerintem sincs ebben egyébként semmi különös, úgyhogy ez így jól kiegészítjük egymást, meg így működik a dolog. Nem beszélve arról, hogy elképesztően inspiráljuk egymást, nyilván mind a ketten így művészként éljük az életünket, és ahogy ő az én projektjeimben, vagy a vizuális kommunikációmban teljesen egyértelműen részt vesz, és szerintem ez így látszik is, meg visszaköszön. Úgy én is igyekszem őt motiválni arra, hogy mint fotográfus, vagy mint művész hatékonyabb legyen, és többet pörögjön a saját projektjén, és merjen mélyebb elmélyülni benne igazából. Na nézzük, melyik a következő színed? Ja, citromsárga legyen. Citromsárga. Az meg az enyém. Az én kérdésem, az pedig így szól. Mi az igazság? Mi volt a jó, és mi volt a rossz abban, hogy szemtelenül fiatalon lettél rockstar? Hát nagyon sok jó oldala volt igazából. Hány évesen kezdted? Én 18 voltam, amikor megjelent az első videoklipünk, és az elég zajos volt. Tehát a sztárság az 18 éves korod körül köszöntött be, de már 14 éves korodban megalapítottad a zenekar. Így igaz. Az Anti-Fitness Klubról beszélünk. Így igaz. Úgyhogy... 18 évesen berobbant? Igen. Hát olyan szempontból volt ez, lehet, hogy még 19 is voltam. Olyan szempontból volt ez nehéz, hogy... Hát rossz volt elmenni a diplomaosztókra úgy, hogy olyan barátaim diplomaosztójára, vagy osztálytársaim diplomaosztójára, akik rólam kopizták a fizika-matek érettségijüket, mert nekem annyira átvette a zene az uralmat akkor, és ennek teret is adtam, hogy én ott hagytam a műszaki főiskolát az első évbe. Tehát ilyen szempontból végül is azt érzem, hogy valamiből kimaradtam. Ebbe biztos vagyok. Tehát mondjuk kimaradtál... Hozzáteszem, olyan dolgokban maradtam ki, ami még nem pótolhatatlan, szóval nem az ördögtől való, hogy bármikor újra visszajöjjek az iskolapadba. Viszont rengeteg olyan szürreális élménnyel látott el ez az időszak, ugye? A kölyökzenekaros... Kölyökzenekaromtól fogva, meg annyi tapasztalattal igazából, hogy most itt tudok 35 évesen, de 15 évet csinálom ezt az egészet, úgy ilyen... professzionális szinten igazából, szóval olyan fajta rutin, meg tapasztalat van mögöttem, amit mondjuk ennyi idős korban nem biztos, hogy reális, vagy így sokan elmondhatják magukról. Nagyon, nagyon durva időszak volt már, amire emlékszem belőle, és nyilvánvalóan azt sejtitek, hogy nem vetettük meg a szórakozás semmilyen formáját sem, erre áldoztunk időt is, és pénzt is gazdagon. Ezek között vannak jó emlékek, de persze ugyanúgy rosszak is, szóval kicsit érzem is azt, hogy egy 10 évet így kidobtam a kukába, meg elpazaroltam az éjszakába. Én azon gondolkodtam, mert ugye sokat beszéltél már, és biztos itt is fogunk beszélgetni a függőségeidről, amiket leküzdöttél sikeresen. És egyébként bizony abban az időszakban közel voltam én is időnként bulikhoz, ahol te is ott voltál. Nagyjából vagyunk csak egyidősek sajnos, tehát én idősebb vagyok azért. De mégsem tudom visszaidézni, hogy nem volt ott körülöttetek valaki akkor 18-20 éves gyerekek körül, akik vigyáztak volna rátok? Hogy ne csúsztatok ezekbe ilyen szinten bele? De voltak, csak az a baj, mi sokkal önfejűbbek, legalábbis én, hagyd beszéljek a saját nevemben, sokkal önfejűbb voltam annál, mint hogy ilyen életvezetési tanácsokat vagy útmutatásokat megfogadjak igazából. Valószínűleg az a típus vagyok, aki a saját kárán tanul, de én legalább az a típus vagyok, aki a saját kárán tanul. És most nem is csak a családra gondolok, hanem kollégákra, menedzserekre, nem, név nélkül nem bántani akarok senkit. De hát nagyon sokan voltak, tehát folyamatos ülések voltak a kiadóba, aminek a témája a cuccozás és én vagy a zenekar, szóval ez nem volt tabu igazából. Aki mellettünk, vagy mögöttünk, vagy körülöttünk dolgozott,
az ezt igazából mind látta, és különböző eszközökkel sugallták azt, vagy próbálták elmagyarázni, hogy haver, ebből baj lesz igazából, de nem... Szerettél rockstar lenni? Hát nyilván ekkora korom óta ez volt így az álmom, szóval, hogy igen, én azt gondolom, hogy így kölyökkori álmomat bizonyos szempontból beteljesítettem elég fiatalon igazából. Szóval... Milyen egyébként rockstarnak lenni? Hát hangos, zajos, kicsit magányos, nem kicsit igazából, és azért nehéz, mert van egy oldala az éjszaka, ami ugye nem segít abban, hogy így fókuszált legyél, vagy hatékony, vagy kreatív. Szóval ilyen szempontból igazából nehéz megcsinálni azt, hogy minden buliba ott legyél, és te csináld meg a legnagyobb bulikat, de közben, mikor az íróasztalhoz ülsz, akkor igenis képben légy, és tudj kreatívan alkotni. Szóval a kettő, legalábbis az én esetemben így nagyon nehezen ment egymás mellett. Van, aki szarkészen tud írni, vagy úgy alkot, én nem az a típus vagyok, nekem ki kell pihenni magam igazából, csak egyre ritkábban adódott erre alkalom. Úgyhogy nehéz, szerintem viszonylag nehéz összeegyeztetni. Vagy szarkészen lehet ezt csinálni szerintem, amikor minden mindegy, és valószínűleg rövid időn belül be lehet dögleni, vagy full tisztán. Szerintem is a kettő között legalábbis nálam nem igazán volt lehetőség vagy út. Hogyha végignézed a világsztárokat, akkor ki az, akinek az életútja rockstárként számodra példaértékű, és ha újra kezdenéd, azt követnéd? Hát én nem követnék szerintem. Nem? Nem igazából, főleg, hogy ennek a fele kamu, szóval legalább a fele kamu. Biztos vagyok benne, hogy az összes ilyen nagy legendának a könyvét, ezt ügyes forgatókönyvírók és producerek... Mert egyébként nem lehet... Szerintem nem lehet. Nem lehet. Már hogy fizikailag... Vannak ennek fizikai korlátjai. Kérdezek tőled valamit, mert végigéltél egy folyamatot. Az egyik kedvencem, az Jon Bon Jovi. A Bon Jovi munkássága, ugye, hát a legvadabb rock, amerikai rock. Ehhez képest, amit látsz kívülről, az az ember, az leélt egy életet egy házasságban, imádja a feleségét, és egy rendkívül konszolidáltnak tűnő életet és magánéletet élő, rendkívül gazdag alkotói pályafutást fölmutatni képes rockstar. Vannak ilyenek, persze, de nekem ő nem volt elég... Hát nem tudom, rossz fiú, vagy hiteles inkább talán. Igen, mert érdekes, hogy te azt mondod, hogy vad rockzenész, vagy hogy nevezted, miközben ő alapvetően pont, hogy ő lágy rockzenész, tehát hogy mondjam, dallamos rockot játszott eleve, és nyálasnak számított. Meg a legnagyobb dalait nem ő írta, szóval, hogy olyan emberek írták valószínűleg a legnagyobb dalait, akik viszont megélték ennek az árnyoldalát is, vagy a tónak a mélyére lementek. Ő pedig mint egy előadó igazából, kicsit mint a színházba kiment és elénekelte. Szóval más, hogyha... Te ennek akkor ezek szerint, mert most kezdek érteni valamit. Te amikor ebbe akár gyermekként beleszerettél, ennek mindenébe beleszerettél, és az egészet akartad. Szerintem ez nem is lehet másképp igazából, legalábbis én úgy gondoltam akkor. Ha így visszagondolok, akkor ebben lehet, hogy némi tudatosság is volt már, mint hogy beindult egy ilyen szenvedtetés, tudod. Legalábbis más racionális okot nem igazán tudok felsorakoztatni, hogy miért úgy éltem, ahogy éltem igazából. Úgyhogy, de és akkor a Mick Jagger hogy van még mindig életben? Hát biztos vannak nagyon jó orvosok körülötte, meg hát azért nagyon köszönöm a kérdést, Edinka, de nem értem, hogy említhetünk egy szinten a Mick Jaggeret, szóval finoman szóval is egy másik kávéház. Az életmódjára gondolok, hogy azért ő azt én meg szerintem ugyanaz, én meg erről gondolom azt, hogy az is csak részben legenda.
Mert egyébként részben nem, igaz. Mert ne, nem. Részben legyen. Részben valahány évesen úgy van kipattintva. Tehát az, ezek az emberek már nem élnének, hogyha az igaz lenne, amit állítanak. Meg egyébként az a helyzet, hogy van egy másik drog, amit színpadnak hívnak. Na, arról viszont sose szeretnék leszokni. Az tud valami olyat, amit egyik másik se igazából. Mai napig is. Nekem? Igen. Persze. Az szerintem az egy... Szóval az képes egy ilyen másik dimenziót nyitni igazából. És ha már Mick Jaggerről beszéltünk, azért, hogyha esténként ilyen 50-100 ezer ember előtt kell énekelned, és az 50-100 ezer ember rezgése így életben tart, legalábbis így jelzi számodra, hogy nekik azért így szükségük van rád, akkor valószínűleg az embernek a szervezete vagy teste így érzi azt, hogy erre a testre szüksége van még esténként 50-100 ezer embernek, és akkor lehet, hogy nem hagyja, hogy olyan hamar feldobja. Nagyok a hangfalak. Nem, én még csak befejezésképpen csak, mert ugye, bocsánat, csak úgy szólt a kérdés, hogy szemtelenül fiatalon lettél rockstar. Nagyjából benne volt a válaszodban, vagy a válaszaidban már az, amit kérdezni szeretnék, de mégis megkérdezem, hogy ha nem 18 évesen jött volna az óriási siker, amit az Anti-Fitness Club hozott, akkor is belecsúsztál volna ugyanezekbe a dolgokba és hibákba szerinted? Tehát, hogyha mondjuk 30 évesen jön a siker? Hát teljesen más lenne, akkor nem lenne igazából, hát nem tudom, én igazából megbékéltem a múltammal, szóval az, hogy voltak zenekaraim a múltban, azokat nem úgy élem meg, hogy azok ilyen, még hogyha egyébként tele voltak gyerekhibával is sokszor, azért szerintem így érvényesek voltak az adott pillanatban, és igazából ez a legfontosabb. Szerintem én nem tudom elképzelni, hogy mi lenne, hogyha most kezdenék el így komolyabban zenélni, de hát lehet, hogy némileg elegánsabban adnám elő magam, mint ahogy 19 évesen tettem. Na, hát szóval, hogy többet nem akarom tudni erről. Elegánsabban. Jön az utolsó igazság. Mennyire tartod magad erősnek? Ebben a pillanatban legerősebbnek tartom magam igazából, mármint, hogy így a saját életemben és a saját mércéimmel kapcsolatban, már hogy van bennem egy olyan magabiztosság azzal kapcsolatban, amit csinálok, meg a józanságommal kapcsolatban is, a családi életemben is, azt gondolom, így kb. Így megérkeztem. Mennyi ideje tart a józanságon? Már 5 éve vagyok, több mint 5 éve igazából, úgyhogy... Mennyire voltál belecsúszva? Hát, és egyébként magad ébredtél föl egy nap, hogy is mondtad, hogy most akkor ez innen vége? Tehát... Igen, mert mint ahogy mondtam, mások sugallatára nem igazán hallgattam, és akkor nyilván, amikor így szembenéztem a paranoiáimmal, szorongásaimmal, meg a magányommal, meg a félelmeimmel, akkor így elkezdtem mindenkit hibáztatni, és amikor végére értem, már nem tudtam senkit, akkor így tulajdonképpen a farkába harapó kígyó esete az, amikor így szembesültem azzal, hogy csak én lehetek a hiba a gépezetben. És akkor elmentem addiktológushoz, eleinte gyakrabban, aztán később ritkábban, és végül is anélkül, hogy egy ilyen bentlakásos intézményben kezeltek volna, végül is így úrra tudtam lenni. Ennyire súlyos volt a helyzet? Hát mit veszel súlyosnak? Szerintem az, hogyha egy héten kevesebb józan napod van, mint nem, akkor az szerintem az már abszolút függőség. Meg én nem szerettem keveset inni, meg cuccozni, csak rengeteget. Tehát, hogyha... Nem volt határ. Nem. Ezért is mindig kérdezik, hogy egy pohárral sem. Nekem egy pohárral meginni, az nem buli. Ez nem érdekel igazából. Nekem az nem feltöltődés. Én azt szerettem, amikor elindultam pénteken, és hétfő délben még nyomtam igazából. Az ilyen kis bulikra nem rezonáltam. A pia és a drog az kéz a kézben együtt jár? Persze. Hát az egyik katalizátora a másiknak, azt gondolom. Hát ahhoz, hogy többet tudjál inni. Na szóval úgy kezdődik, hogy a máj nem bírja ellátni a szerepét, hogy méregtelenítsen. Így az alkohol az bekerül a véráramba mindenféle gát nélkül. Ezért lehet, hogy egy ital után is egy függő az csatakész. De annak érdekében, hogy több italt tudj meginni, belépnek a szerek, amik azért így segítenek nagyjából abban, hogy így stimuláld magad, vagy így képbe kerülj,
hogy ezt, amit elkezdtél az italozásra, ezt akár napokig is tud csinálni. Szóval ilyen szempontból végül is a kokain meg az alkohol az nagyon jól működik együtt. Egyszer határoztad el, hogy ennek itt a vége, és végig tudtad csinálni? Igen, bár igazából a családunkban volt hasonló eset, szóval én jártam rehabokon, mint hozzátartozó előtte, mennyire furcsa mi, akkor is a kokai függőként hozzátartozói csoportra járni, Pécsre. Úgyhogy így ismertem nagyjából a függőségeket, de így minden oldalról. A nehéz talán az volt az egészben, hogy a tesómról beszélő, neki gyűlt meg a baja az alkohollal igazából, de ő az a magányos ivó volt, tudod. Én meg az a társaságban ünneplem az életem ivó. És én azt gondoltam, hogy az én függőségem az így nem is függőség, hát hiszen az alkoholista kép a családban az a tesóm volt, tudod, és én teljesen másképp fügtem igazából. De ez a függésem tárgyán nem változtat, vagy a tényén inkább, hogy én másképp éltem meg az addikcióimat. Ez is talán kicsit nehezített azon, és bár nagyon jól ismertem a függőségek témakörét így, emiatt, de talán abban nem sokat segített, hogy magamra ismerjek, hiszen az egyértelmű alkoholista vagy függőkép az én szememben teljesen más. Nem beszélve arról, hogy nyilván így a közeg vagy a közösség, így mondjuk úgy a szakma igazából, az tel van függő emberekkel, szóval minden nap hasonló emberek között jártam keltem, és mitől gondoltam volna, hogy nekem különösebb problémám van, de az, hogy ők nem eszmélnek erre, az nem azt jelenti, hogy én nem vagyok függő igazából, szóval ezek így nem segítettek abban, hogy rádöbbenjek, de azért nem egy ördög lakat idővel, azért... Értem, hogy nem ördöglakat, de valójában a kérdés is erre vonatkozott, hogy mennyire vagy erős, mert amit most így elmondtál a történetről, ahhoz azért erő kell, hogy az ember egyszer belenézzen a tükörbe, és rájöjjön arra, hogy hop-hop, csapdába vagyok. Mert eddig tudtam, hogy milyen a függőség, de hát az nem én vagyok. De amikor magadra ismersz a tükörbe, az azért kemény emberre volt. Tudsz még zenét szerezni? Sőt. Ugyanis nagyon... Ön nem féltél? Ugyanis nagyon sokan drogoznak, és nagyon sokan isznak, de nagyon kevesen tudnak ennek ellenére jó dalszövegeket, vagy dolgokat írni. Így. Ez Bércesi Robi barátom nagy mondása, és egyébként leburulok előtt. Ennél egyértelműen szerintem ezt nem lehetne előadni, vagy megmagyarázni, hogyha mindenki jó dalokat tudna írni, aki cuccos vagy alkoholista. Nagyon sok jó dal. De én úgy vettem észre, hogy elég kevés jó dal. Viszont... És hogy bulizol mostanában, ha bulizol? Akkor most hogy néz ki egy buli? Hát nem tudom, Edinka, én a buliknak a koncertjeimet élem meg igazából. Szóval, hogy üresbe én már nem járok. Mert hát egyrészt mennyasszonyod van, nézzünk nem azért, szembe a száraz tényekkel. Nem azért, de hogy igazából én abból a feléből az éjszakák már így láttam mindent, szóval, és ha lemennék, akkor ugyanazt látnám, amit láttam nagyon sokszor. Nagyon de figyelj, abból a 10 évből árulj el nekem valamit, mert most a kezeden is látszik, komolyan ki vagy varva. Van egy-kettő. Mindegyikre emlékszel? Úristen, az a baj, nagyon tudja, hogy mibe kell belekérdezni. Nagyon vigyázzatok el. Nagyon-nagyon vigyázzatok el. Fú, hát figyelj, az a baj, nem akartam ilyen nagyon aljas történeteket felhozni. Képzeld, az egyik barátomnak volt egy tetováló szalonja, van még a mai napig is, és a születésnapját ünnepeltük. És az ezt követő reggelen arra ébredtem, hogy a lábam lóg ki a paplan alól, és be van fóliázva. Ugye ez a fólia, ez azt jelzi, hogy ott valami tetoválás jellegű dolog történt, úgyhogy elég izgatottan jutottam el addig a pillanatig, amíg leszedem a fóliát a nagy lábujjamról, és így megnézem, hogy mi van ott. És hát azt láttam, hogy a nagy lábujjam bőrkeményedésére egy gombát tetovált a barátom.
De hogy az a baj, hogy nagyjából úgy nézett ki ez a gomba, mivel ő nem tetováló, hanem testékszerbe helyező. Ugye egy ilyen nagy Magyarország térképet képzelje, egy ilyen vak térképet, ami kettő logó herével. Tehát, hogy így teljesen felismerhetetlen volt, de valami kalapja volt igazából, szóval egy gomb. De annyi eszem volt, hogy ez a nagylábú olyan bőrkeményedésére készült, ami aztán végül egyébként egy ilyen nagy fekete pontban manifestálódott így idővel, szóval ezt nem tudom megmutatni, pedig gondolom ez lett volna a következő kérdésem. Megismertél, a videót nem kapott. Legalább a gombás lábadat. Sejtettem, hogy rengeteget fogunk szomorkodni ma is. Jó. De van a csukló, van egy sajtos roló egyébként. Azt tudom mutatni. Ez az a gond, hogy ez sosem készült el igazából, csak egy ilyen szülőt látszik, nem tudom, hogy a kamera látja, de hát igen, nagyon szerettem a sajtos rólót, de hogy miért kellettem, miatt feltetni, azt nem tudom. Tehát ez a homály. Rengeteget gondolkodtunk akkoriban az ilyeneken elképzelni. Szóval te tiszta vagy, és alkotsz gőzerővel. Szerencsére, igen. Így van. Azaz, nem érzed a hiányát annak, ami kísérte az előző 10 évedet. Hát nézd, azért ott ülnek a vállamon ezek az ördögök, az egyik a jobb, a másik a bal vállamon. Én ezt pontosan tudom. Lehet, hogy tudok olyan helyzetbe keveredni, ahol érzem, hogy elkezd izzadni a tenyerem. Szóval azért úgy időről-időre emlékeztet, hogy ez nem egy olyan dolog, amin így átlépsz igazából, szóval ez mindig ott lieg a nyakamban. Csak az egy fontos, hogy én mindig erősebb legyek ennél a lihegésnél igazából. A kérdés az volt, hogy erősnek tartod-e magad. Ezt az ember nem mondja ki jól. Én azt gondolom, hogy az 5 év az egy nagyon szép teljesítmény. Utána már így tud róla beszélni az ember. Szerintem, és én vagyok a fogyasztó, te erős vagy. Megkérted a kedvesed kezét, vőlegény vagy, majd egy idő után összeházasodtok, családot alapítotok, jönnek gyerekek. 14 évesen a kisfiad megalakítja az akkori idők gyerek, majd rockbandáját, és látni fogod, hogy megy végig a folyamaton. Hát nézd, hogyha azt kérdeznéd, hogy ezt a pályát a gyerekemnek szánom-e vagy sem, akkor nem tudnám egyértelműen kijelenteni, hogy igen, szóval nyilván tele van olyan buktatókkal. De nem, gyereked az ugyanolyan lesz, mint te, mert a kópiád, és ő ezt fogja csinálni. És indul bele abba az irányba, ami neked a 10 éved volt. Nem, okosabb lesz a gyerekem, ebben biztos vagyok. Igazából legalábbis ha ezt az evolúciót követjük, amin elindultunk igazából. De akkor hogy fog tudni hitelesen alkotni, hisz te elmondtad, hogy ahhoz, hogy hiteles rockstar legyél, ahhoz meg kell élni ezt az életet. Nagyon gyönyörű műfajok vannak még ezen kívül is, szóval, hogy a zene az egy csodálatos dolog, és ez egy nagyon kicsi szegmense igazából. Én nem tudom, azért nagyon előre haladtunk az időben, valószínűleg addig majd még megtanulok, addig majd így apa leszek, nem? Aha. Szóval, hogy... Már egyébként gyűjtöttél annyi tapasztalatot, ezt mondom 3 gyerek apukájaként, hát igen, amit át tudsz adni, és az szerintem nagyon fontos, mert én például, mivel hogy a 3 gyerekemből 2 kamasz, és látom, hogy mi zajlik a világban, nem akarok ilyen bekötött szemmel hülye gyereket játszani. És nem kell ahhoz rockstárnak lenni, persze, hogy a kísértés megjöjjön és része legyen. Nekem ebből a szempontból éppen az életperiódusok a kamaszkorokán, ez egy állandó rettegésbe vallom neked. Hála jó Istennek azt látom, hogy egyik sem, de ettől még rettegek tőle, mert nagyon nagy a befolyás az életkorokán a környezetből. Nagyon nehéz lesz, az biztos. És fogalmam sincs, hogyha hasonló helyzetbe kerül, akkor mit fogok tudni mondani, vagy hogy fogom tudni ezt lereagálni. Abba bízom, hogy ha apa leszek, akkor nem tudom, valahogy ez felvértez majd erre is. Igazából nem látok sajnos ennyire előre, de abszolút megértem az aggodalmadat, mert...
Szóval, hogy ez így folyamatosan porondol lévő dolog. Halni. Így igaz, így igaz. Nézzük az igazságodat, Tomi. Lehet, hogy írt nekünk egy újabb díjnyertes dalszöveg. Nem, ez egy korábbi dalszövegem igazából. Nagyon-nagyon nehéz volt, mikor ilyen álszpoétikát, vagy egy sort kértetek tőlem. Én nem nagyon tudok leíróbb lenni annál, mint ahogy a dalszövegeimben voltam igazából. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy átemelek egy refrént, hogyha ez is működik. Követhet a régi énem, kopoghat kinn a sötétben, hiába vissza többé nem megyek, nem én. Ezer kéz húzhat a mélybe, öltözhet az ég feketébe, hiába vissza többé nem megyek, nem én. Nem én. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.